Megerősítik a német határvédelmét keleti irányból, és továbbra is fenntartják a szigorú ellenőrzést délfelől. Erről a leköszönő német belügyminiszter beszélt egy interjúban. Egyre többen úgy látják, hogy az afgán helyzet, valamint a fehér Oroszországgal fennálló viták miatt gondot okozhat a bevándorlás erősödése a következő időszakban Európában. Ma már a nyugati politikusok is azt hangoztatják, hogy az unió külső határát védeni kell, de kerítésekre, szöges drótokra és falakra továbbra sem ad pénzt Brüsszel. A lengyel hadsereg katonái járőröznek a fehér orosz határon. Érkezik az utánpótlás is, a migrációs nyomás növekedése miatt ugyanis megduplázták az itt szolgáló hatóságok számát. Már mintegy 7,5 ezer katona őrzi ezt a szakaszt, de ha szükséges, további egyenruhásokat is a térségbe vezényelhetnek. A határon sajnos nem stabil a helyzet, egyre több próbálkozást látunk, és a migránsok más-más módon akarnak bejutni Lengyelországba. Ezért nőtt a járőrök száma is. Megpróbáljuk a határt a lehető legjobban lezárni annak érdekében, hogy megakadályozzunk minden határátlépési kísérletet, fogalmazott az egyik katona. A lengyel határőrség szerint egy átlagos napon mintegy 1,5 ezer bevándorló érkezik határaikhoz, október eleje óta pedig több mint 7 ezren akartak illegálisan bejutni az országba. Így a varsói kormány szükségállapotot hirdetett, és egy 400 kilométer hosszú vasbetonfalat építenek a határ mentén, a legmodernebb kamerahálózattal és biztonsági rendszerrel ellátva. De nem csak a lengyel-fehér-orosz határon romlik a helyzet, egyfajta dominó effektusként ugyanis már a lengyel-német szakaszon is nő a nyomás. Míg augusztusban mintegy 500-an jöttek, szeptemberben ez a szám már 800 volt, év eleje óta pedig 6000-nél is több bevándorló lépett be engedély nélkül Németországba. A térség befogadó központjai már elérték a kapacitásaik végét, ezért már a német hatóságok is úgy döntöttek, hogy lépni kell. A migrációs nyomás miatt Németország megerősíti a Lengyelországgal közös határa ellenőrzését. Ezt a német belügyminiszter jelentette be egy vasárnapi interjúban. Horst Seehofer a Bild am Sonntag című labban azt mondta, a határőrizetért felelős szövetségi rendőrség 8 századát vezényelték a határszakaszra, és szükség esetén további erősítést is küldenek. A belügyminiszter emellett azt is bejelentette, hogy a német-osztrák határon ismét meghosszabbítják az átkelők ellenőrzését, azzal kapcsolatban, hogy a német-lengyel és a német-osztrák határszakasz is úgynevezett schengeni belső határ, amelyen alapesetben nincs folyamatos ellenőrzés, kiemelte, hogy meg kell őrizni a belső határok szabad átjárhatóságát, de ez csak akkor lehetséges, ha működik a külső határok védelme. Magyarország emiatt is védi évek óta Európa külső határát rendőrökkel, katonákkal és kerítéssel is. A hétvégén is bőven volt dolguk, csak szombaton mintegy 1,5 ezer bevándorló próbálkozott illegális határátlépéssel. Az utánpótlás folyamatos, a magyar határ szerb oldala így nézett ki vasárnap délelőtt. Migránsok tucatjai vártak arra, hogy elinduljanak Nyugat-Európa felé. Próbálkoztam Horvátország és Románia felé is, de rengetegen mennek arra, így nem volt esélyem, ezért most idejöttem a magyar határhoz. Mondja ez az afganisztáni férfi, aki Belgiumba tart, és jelenleg a szabadkai vasútállomás környékén éjszakázik az erdőben. Persze nem egyedül, a határ mentén ugyanis több százan torlódtak fel, valamennyien az Európai Unióba tartanak. Október elején éppen emiatt fogott össze összesen 12 ország, köztük Lengyelország és Magyarország kormánya is, és arra kérte az Európai Uniót, fizesse a közös határok védelmét ellátó kerítések költségeit. A bizottság ezt éppen a napokban utasította vissza. Ursula von der Leyen a kétnapos brüsszeli uniós csúcstalálkozó után kijelentette, az uniós költségvetésből nem különítenek el pénzt a határkerítések költségeire. Mint fogalmazott, Brüsszel nem fizet azért, hogy a külső határain akadályokat építsenek.